belenézhetünk végre Balázs Pali mesterművébe, úgyhogy jöjjön egy jó kis klip. Balázs Pali, szia, te drága, jó reggel! Jó reggelt kívánok, sziasztok! És akkor nem is tévedtünk, mert ott van az a bizonyos ágyjelenet, csak hát nincs melletted az a szépséges lány. Hát van benne egy kis görbekanyar. Görbekanyar. Ez egy szerelmi történet, aminek egy keret kép csomagja a klipnek az eleje és a vége. Úgy kezdődik az egész, ahogy igaz, ez most nem lett megmutatva, hogy a klip végén mindenkinek a saját belátására van bízva, hogy ez egy valós történet volt, amit megmutattunk, vagy nem. Tehát én lefekszem, és egyszer felébredem. Úgyhogy ez a története, a keret története, és mindenkinek a fantáziára van bízva, hogy ez most megtörtént, amit a további percekben megmutattunk a dalban. Vagy csak álmodozott róla ez a szép legény ott az ágyban. Csak álmodoztam, most itt pont lefekszem. Igen. Úgyhogy sokat gondolkoztam, hogy mennyire tegyünk bele újdonságukat, de hát most már közel 30 videóklip készült el, és ugye azért nehéz az embernek a saját komfortzónájából kilépni, különösen akkor, hogyha ragaszkodik mindig a saját elveihez. Persze. És most itt volt néhány barátom, aki segített így a klipnek a történetében, így közösen leültünk, ötleteltünk, mi legyen, milyen lehetőségeink vannak. Hát, azt hiszem 6 helyszínen forgattunk összesen, úgyhogy aránylag mozgalmas, egy lírai dalról van szó, ugye, de aránylag szerintem mozgalmas a képi anyag ahhoz képest, amit egy lírai dalhoz szoktunk forgatni. Ugye ezt a közönséged választotta ki, hogy erről készüljön klip. Igen. De ez hogyan zajlott? Igen, ez nagyon jó ötlet. Ez úgy zajlik, hogy én minden héten szoktam a Facebook oldalamon egy játékot szervezni, ami egy szavazással van összekötve, mindig ajánlok 3 dalt, szerdán reggel a Facebook oldalon, hogy melyik dal legyen a csütörtök slágere például. És akkor tök nagyjából ismerem a dalaimnak az erőviszonyait, és van 2-3 olyan dal, vagyis korábban volt, amelyet, hogyha beraktam ebbe a listába, akkor az mindig nyert. És most ugye, hogy megjelent februárban ez az új lemez, és akkor elkezdtem a dalokat szépen egyesével mutogatni. A közönségemnek ugye a klipek is készültek már korábban is, és ez a Gondolsz rám című dal, ez egyszer csak legyőzte a folyamatos, több éve tartó aranylemezes dalt. Ez volt a Sirályok sírnak című dal, ami ugye most már közel 20 éve szerepel a repertoáromban. Úgyhogy ezen felbuzdulva, aztán még visszatérőként több alkalommal beraktam ebbe a listába, és mindig nyert. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor jöjjön az, amit a közönség akart. Nagyon helyes. És amik a reakciók? Hál' Istennek jók, hát most még barátkoznak ugye ezzel az újdonsággal. Általában azért nálam egy klipnek van egy 3-4 hónapos olyan felfutási ideje, ami azt jelenti, hogy addigra eljut ahhoz a közönséghez, akinek szántuk. Most kaptam vissza 3-4 nap alatt az első visszajelzéseket, úgyhogy remélem, hogy hasonlók lesznek, és hát jövőre majd folytatódik ez a klipgyártás. Az ágy jelenet folytatását azt nem tudom megígérni. Édes, meg pedig biztos, hogy nagyon sokan szeretnék. És mire készülsz most a
közeljövőben, Pali, hol láthatnak a rajongói? Hát most főként a háttérben dolgozunk, hiszen január 1-től egy új színpadi show-val fogok közönség elé lépni, 20 dalt. Egységesítünk, ugye 18 megjelent lemezről beszélhetünk az én esetemben, ezen van mindegyikem általában 10 dal, tehát ilyen 180 dal került ki így a közönség elé, és ebből kiválasztottam 20 olyan dalt, ami a különböző korszakoknak a legnépszerűbb slágeré voltak, és ezek a különböző korszakokban készült stúdiókban különféleképpen voltak meghangszerelve. És most ezt az új 2020-as színpadi showt ezt úgy terveztem, hogy egységesítjük a régi dalokat is, úgyhogy most napi 12-14 órában dolgozunk a stúdióba, áthangszereljük élőzenekarra, néhány új taggal bővült a csapatom, vizuált készítünk, most tervezünk, úgyhogy egy olyan színpadi showval szeretnénk, fogunk pontosabban kiállni január 1-től a színpadra, ami remélem, hogy a közönségnek is majd nagyon pozitív érzéseket fog kelteni, illetve hát most van folyamatban a jövő évi Muzsika TV-n a Zenés Rendezvú TV műsoromnak a háttér munkálata, és hát most folyik a megbeszélés, hogy hogyan tovább. És hogy állsz a karácsonyi készülődéssel? Látod, hogy a város már elkezdte, és elkezdte. A bevásárlóközpontok is elkezdték már egy ideje. Én ennek örülök. Tehát én nem érzem a nyomást, hanem nekem tetszik. Nekem is tetszik egyébként. Én nagyon szeretem a karácsonyt, szeretem a havas tájakat, nagyon szeretek kint sétálni is, de azért a belvárost, amikor lehet, az ilyen időpontokban el szoktam kerülni. Erre a páromat szoktam megbízni, hogy minden ajándékot, kivéve az övét, azt ő szokta beszerezni. Ilyen szép lenne, ilyenkor... egy kis pénz menjen. Tipikus férfi munka, vedd meg anyukám. Úgyhogy én most jelen pillanatban amennyire lehet a várostól távol tartom magam, és hát itt a zenei dolgainkat, a stúdiót... Akkor még nem pihensz egy kicsikét nyomjuk, nem lesz még pihenés szerintem most nagyon sokáig, de bírom a terhelést, mellette azért még van egy kis sport továbbra, és focizom, és járok most egy kicsit, elkezdtem konditeremben. Látszik is, hogy kell is, nem, Pali? Tehát kell az állóképesség. Igen, most 3 hónapot nyáron nem jártam konditeremben, most nem kell itt ilyen nagy komoly edzésre gondolni, de azért veszem magamot, ahogy kell ilyenkor a súlyok között, és úgy érzem, hogy most egy 3 hete járok, és teljesen más az embernek az élethelyzete, és a vérkeringése, az élet, és az energia, az energiája, és az első edzés után nagyon fáradt voltam, de utána már második, harmadik nap nagyon sokat adott, úgyhogy ezúton is mindenkinek javasolom, hogy látogasson egy kis konditerembe, mozogjon, sportoljon, mert ezek a dolgok, buzdít. Nekem legalábbis nekem ezek adnak nagyon sok energiát, nyilván sok egyéb más dolog mellett. Pali, nagyon örülünk, hogy bejöttél és megmutattad a klipet, gratulálunk, és várunk vissza a következő klippel. Köszönöm szépen. És jó karácsonyi készülődést. Köszönöm szépen.